Többek között csőröge, káposztás kalács, krumpli nudli, és persze az elmaradhatatlan töltött káposzta is asztalra került a tájház szobáiban Demecserben. A kisvárosban gasztronómiai és történelmi kalandozásra invitálták az érdeklődőket a hétvégén. Rátkai Sándor, Demecserváros polgármestere elmondta, fontos nekik, hogy a helyi értékek átöröklődjenek, és a fiatalabb generációk őseik nyomán vigyék tovább Demecserváros történetét. Nyugdíjas klubunk, nyugdíjas egyesületünk, tehát azok a hiteles, szépkorú emberek, akik itt élnek Demecserbe, és igenis van kötődés ezekhez a tárgyakhoz, azoknak a közreműködésével van ez a kínálat, ezeknek a régi ételeknek a hagyományát őrizve készítik elő, hogy abban is egy pici utazással próbáljuk az érkezőket visszaszállítani abba az időszakba, ahol ezeket használták vagy fogyasztották. A tájház 2022-ben került átadásra. A kiállított tárgyak 96 demecseri családtól származnak. A helytörténeti gyűjtemény kialakítására egy több mint 100 éves épületben nyílt lehetőség. Ez az épület a régi katolikus iskola egyik szárnya. A tájházban Reményi József emlékszobája is helyet kapott, de egyéb, majd 200 éves régiségek is megtalálhatóak a vitrinekben. Itt a tárlóban található 1837-es Brunswick Teréznek a kisded óvó jelvénye például, vagy a 1860-as évek körül kötött szerződés, adásvételi szerződés, vagy a másik tárlóba, az egyházi tárlóba elefántcsont berakásos imakönyvek. A program zenés-táncos mulatságot ígér. A helyi óvodások műsora köszöntötte a kiérkezőket, de a nap további részében is a népzenéjé és a finom ételeké volt a főszerep.